Így a Semmelweis naphoz közeledve a szakdolgozók országos kongresszusán jöttem köszönteni a szakdolgozókat, és ez egy szerencsés alkalom abból a szempontból is, mert az országgyűlés tegnap fogadta el azt a tavaszi saláta jogszabály, saláta törvényt, amit mindenki ezen a néven nevez, amelynek része a béremeléssel kapcsolatos jogszabály elem, és szintén része az, hogy augusztus 1-től újra közalkalmazottak lesznek a korábban magánüzemeltetési Ózdi, Gyöngyösi, Nagyatádi kórház dolgozói, és ők is részesülnek értelemszerűen ebből a béremelésből. Szintén nagyon fontos eleme ennek a találkozónak, hogy az ápolási szakmát megerősítsük a hivatásában. Tehát azok a hétköznapi dolgok, amik minden nap történnek egy kórházban, egy szenvedő beteg ápolása, egy koraszülött gondozása, ezek mind nagyon komoly emberi elkötelezettséget kívánnak az ápolóinktól, szakdolgozóinktól, az ő csapatmunkájuk megerősítése, az ő képzésük, teljesítményük, ez mind nagyon fontos része annak, hogy mennyire egészséges, milyen hamar gyógyul egy beteg, úgyhogy eljöttem megköszönni a munkájukat a mai napon.